Szép jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim! A hét embere nem más, mint Horváth Margit, kegyelet szakértő. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Hogyan változott? Mert hát ugye 10 éve már hősiesen felkészültem benne, vagy nevezhetjük ezt szakmának, vagy inkább hivatás? Mind a kettő. Egyben hivatás és szakma is, mert ehhez tényleg kell, hogy ott legyen az ember, lelkiismeretesen csinálja, és az élete is legyen valamilyen szinten. Mert így tud megfelelő segítséget nyújtani mindenkinek. Könnyű ez? Nem. Nem egy könnyű. És hol dolgozott föl? Mert ugye most valljuk meg őszintén, akikkel te találkozol, azonnak 99%-a egy olyan élethelyzetben van, amihez nem szokott hozzá. Ugye, hogy igen, ez így van, de ezt igazából nekünk úgy kell felfogni, hogy bemegyünk. Teljes mértékben segítünk, ott vagyunk. De ahogy az ajtót bezártuk, utána nekünk ezt el kell engedni. Valamilyen szinten muszáj így felfogni, mert másképp nem megy. Másképp nem megy. Utána már az otthoni megszokott élet jön. Mennyire változtak a szokások mondjuk 10 évvel ezelőtt és a mostanihoz képest, hogy mondja, beszélünk erről. Egyrészt nem nagyon szeretünk erről beszélni, miközben az élet része. Másrészt az látszik, hogy nagyon sok kókler próbál ebből hasznot szerezni, vagy legalábbis haszonhoz jutni azáltal, hogy az ember ebben a életminőségben és élethelyzetben nagyon hamar akar nagyon gyors döntéseket hozni, néha pedig meggondolatlanul. Igen, tehát igazság szerint a maga a változás, az valóban az elmúlt 10 évben, ha azt veszük, tehát a hagyományos temetkezési forma változott, tehát hogy egyre kevesebbet van, nagyon sokan inkább a hamvasztásos temetés jelentkezik. Ez részben az is, tehát az anyagi rész is hozza magával, mert hiszen ugye még egy koporsós temetés lényegesen többbe kerül, ugye, mint egy hamvasztásos temetés. Szorzószám az milyen? Kétszeres, háromszoros? Hát inkább mondanám 3-4-szeresre akár, de nagyon sok mindentől függ ez is, de a 2-3-szorosa az minimum, igen. Meg az is, hogy ugye, tehát az anyagi részét tekintve ugye a hamvakat haza tudják vinni, ami végül is jelenleg tényleg nagyon sokan ugye emiatt is viszik haza az anyagi részét tekintve. A másik ugye, amit meg kérdeztél, hogy az biztos, hogy cégek tekintetében érdemes körülnézni, és tényleg főként olyan cégeket megkeresni, akik nagyon régóta ugye ezen a téren vannak, régi múlttal rendelkeznek, régóta a piacon vannak, és nem szégyenbe menni több helyre árajánlatot kérni, és megnézegetni, hogy ki mennyire nyújtja a szolgáltatásokat is, egy beszélgetés, mert sokszor van az, hogy csak ugye a nagy fájdalom, a hirtelen sok hatás, elindul az ember, és nem néz körül, és ez egy nagy probléma. Tehát azt mondod, hogyha De van ilyen összehasonlító honlap, vagy van, tehát hogy induljon el az ember, amikor mondjuk ott van? Tehát bekövetkezett a tragédia, ugye abban a pillanatban én nagyon sok szép korútól hallottam, hogy már ott a tragédia helyszíne után rögtön kap valakitől egy névjegyet, egy elérhetőséget, hogy ezzel csinálja, ami egyébként tök szabálytalan, de mégiscsak ilyen szempontból ez működik, oda megy, és akkor azt mondják, hogy akkor mindent megoldunk, ne idegeskedjen, tararap, és aztán utána kiderül, hogy akár ez a minden megoldunk, ez másfél-kétszer többe kerül, mint ez, hogyha fognál magát, és igen, megnézni, hogy hogyan. Tehát mi az első, tehát mik legyenek azok a gyanús jelek, amikor azt érzi az ember, hogy ho-ho-ho, itt álljunk meg egy pillanatra, itt valószínűleg valami baj van. Én azt szoktam mondani, hogy tényleg nálam is van, hogy bejönnek így családok, főleg azért, mert mondjuk már temettem valakinél, és ugye történik egy haláleset, visszajön, és elmondom, hogy nem kötelező. Ez csak egy lehetőség, és nekik is elmondom, hogy adok, beszélgessünk róla, vagy kérjem máshonnan is. Az internet egyébként erre egy nagyon jó dolog a mai világban, ott is körül lehet nézni, de ettől függetlenül ott hagynak papírokat, el kell olvasni, mi van ráírva, és nem mindegy, hogy cég szerint ki mit hagyott, milyen papír, tájékoztatót, azt is lehet elolvasni, az egy jó tempont, de én mindenképp javaslok egy netet, vagy bármit, hogy... Magyarul azt mondod, hogy ha olyan szolgáltató jelentkezik az embernél, vagy ő jelentkezik olyan szolgáltatónál, aki azt mondja, hogy itt rögtön írjuk alá, csináljuk meg hasonló, az rögtön legyen gyanús, mert aki azt mondja, hogy... Azt ne, az semmiképpen se. Tehát ez nem, már jó nem, táppont, nem, hogy innen nem, kezdődik nem, a történet, szabad, hogy nem. Ezt nem szabad. Nem. Aztán van a következő, aki azt mondja, hogy akkor tessék átgondolni másnak, akkor már lehet egyfajta bizalom, mert akkor ez azt jelenti, hogy... Igen, hogy nem egyből rá akarjuk az emberre úgymond
erőszakolni azt a döntést, hanem igenis fontolja meg, gondolja meg, tehát egy lehetőséget biztosítunk, és azért szerintem az egy kicsit jobban hangzik az embernek a lehetőség és a választás, mint a rá erőszakolás. Tehát a kettő között van egy kis különbség. Nagyon érdekes például, hogy sokan úgy gondolkodnak, amikor én beszélgettem erről szépkorokkal, hogy igazából nekem már félre van téve a temetés, hogy a gyerekeket ez ne zavarja, semmi ilyesmi, és akkor jelentek meg ilyen temetés, kegyeleti biztosítások, meg nem tudom micsoda, ami most kiderült, hogy pont a Nemzeti Bank is megbüntette őket, hogy közel sem olyan szépen fekszik a lányzó fekvése. Itt mire érdemes figyelni? Hát... Őszintén, mert láttam, hogy gondolkozol rajta, tehát itt beszéltük, hogy sok itt a probléma. Igen, tehát igazából ez, hogy biztosítás, ezekkel nekem is a családjaim mindig csak tehát a problémát problémára halmoznak, mert hiszen én is látom sok hozzátartozónál, amikor mondja, hogy az apuka, a mama biztosításokat kötött a háttérbe, és csak problémát szül. Más az, hogy előtakarékoskodunk, de annak is megvan a formája, hogy csinálja, de ez a biztosítás, stb. Mi a jó előtakarékoskodás? Hát... De mi az a konstrukció, ami valóban jó? Tehát megint csak az a kérdés, hogy hol az, ahol nem fogjunk gyanút. Ugye az első és legfontosabb, legalábbis szerintem, meg kell nézni, aki előtakarékosságot hirdet, az foglalkozott egyáltalán ezzel. Na, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát szintén itt is oda megyünk vissza, hogy itt is érdemes ugye olyan helyen beszélgetni, kérdezni, akik már régóta ilyennel foglalkoznak. Tehát aki frissen, újonnan és jön, és de jó, na ezeket inkább annyira. Nem. Tehát mondjuk, hogyha van 15-20 éves gyakorlata, hát akkor véletlen... Hát azért az meg valószínűleg jelent valamit. Aztán ugye az előtakarékosságnak egy fontos dolga, hogy legyen hozzá engedélye. Na, igen. Mert hogy ugye az, hogy jól tudom, akkor vagy a Nemzeti Banktól, vagy igen, most már Nemzeti Bankhoz tartozik a felügyelet, hogy az legyen meg az a fajta engedély. Hát igen, az engedélyeket, azokat minden esetben, mert hiszen... És amikor azt mondja az ember, hogy szeretné megnézni az engedélyeket, és azt mondja, ugyan már ne törődjön vele, akkor igen, akkor ez egy már... nagyon jó dolog, de nem, azt meg kell tudni mutatni, és azért az egy támpont szintén, hogy ott az engedély. A harmadik rész, hogy mire hogyan van maga az előtakarékosság? Tehát havonta befizetek egy bizonyos részt, és akkor abból mi történik? Tehát mi az, amire oda kell, mi a jó konstrukció? Mert hallottam, hogy már mindenfélét. Igazság szerint szerintem ez is szintén ügyfél válogatta oldal, mert hiszen valaki megteheti azt, hogy ugye havi összeget fizetget, valaki mondjuk szereti azt, hogy egy összegben is, és az ott van is rendelkezésre álljon. Tehát itt is ahány ember annyiféle változat, én úgy gondolom. Ez is mindenkinél más. De ugye a legtöbb esetben ugye valóban, hogy egy összeg, és akkor utána a havi befizetések, és akkor ugye az is szabályozó van, hogy ha betörténik ugye a haláleset, akkor az hogyan, milyen formában használható fel. De hát ugye ezeket maga ugye a háttérszerződések úgy is kötik. Ugye de ez is egy ilyen a válogatja. A temetési szolgáltatások között, hát ugye aztán vannak ilyen csodák, ugye, hogy van ugye, aki intézi az egészet, aztán van, aki ilyen külön utakon jár, és akkor mindent megoldunk okosba. Ez az okosban, meg a papír nélkül, ez a vége a tragédiát, hogyha lehet még fokozni, akkor ez a következő. Mert hallottam, hogy sírkövesektől kezdve, kegyeleti szolgáltatókon keresztül milyen dolgok, illetve visszaélések történtek. Tehát itt megint csak az a válasz, hogy aki már legalább 15-20 éve dolgozik, és van internetes felülete, és azon látszanak a vélemények, akkor sokat tud segíteni. Nagyon sokat, igen. Nagyon sokat, igen. Az biztos. Az jutott eszembe, hogy mi közelről beszélgetünk, akár nyugodtan lehet cégeket is mondani. Mi az, amivel, ki az, akit mondjuk te tudnál ajánlani? Hogy melyik az a cég, amelyik igazán, vagy cégek? Konkrétan cégnevet? Konkrétan cégnevet. Hogy ki az, aki tudná ajánlani, hogy ebben a dologban mondjuk érdemes onnan elindulni, aztán utána nézni a többit. Hát értelemszerűen most egyértelmű, hogy azt a céget fogom tudni legfőképp ajánlani, ahol ugye én is a pályafutásomat kezdtem, ahol felnőttem, tanultam, megtanultam és segítek, ugye ez a Segítőkész Kft. Tehát tényleg ugye 92 óta van ugye a piacon. Az és már gombóc azóta... volt, se kevés. Hát igen, az nem kevés, és tényleg a lehetőségekhez mérten ugye próbálunk mindenkinek megfelelően, mert hiszen ahány elhunyt, ahány hozzátartozó család, mindenkinek ugye
teljesen más az elképzelés, hát itt igazán a kivitelezés. Pontosan. Egyébként még a beszélgetés elején, ugye, amikor említetted, hogy ez is egy nagyon-nagyon nagy probléma különben, hogy az emberek nem beszélnek erről, hogy mi az, amit szeretnének, mert ha ez lenne, az nagyban megkönnyíteni egyébként a menetet. Nem kéne tabuként kezelni ezeket a dolgokat, és az ilyen problémák is egyből kijönnének, hogy hova, merre, megtakarítás, hogy mivel nem beszélünk erről, vagy ezt valahogy nem érezzük jó témának, ezért aztán a kóklereknek elképesztő lehetőséget biztosít ezáltal, mert hogy nem átlátható, nem transzparens, mindenki úgy valahogy ez valahogy megtörténik. És nem ez is gondol bele, hogy egyébként ennek milyen helyzeti lehetőségei vannak. A másik nagy kérdés, hogy a szolgáltatók ugye kapcsolatban állnak ugye a temetőkkel, ahol a végső nyughely, vagy urnahely, vagy már mindenhol, ahol éppen az elhunytak tartózkodhatnak. Ott például, tehát amikor az ember kiválasztja, hogy melyik temetőt szeretné, akkor abban is tudtok segíteni, hogy azért azt tudja, hogy ugye van örökváltás, meg 25 évre lehet helyet szerezni, meg 15 évre. Tehát, hogy ezekben is, mert van, amikor nagyon jól hangzik, hogy jó, hát ez csak ennyibe kerül, igen, de 5 év múlva jelentősebb összeget kell befizetni, hogy egyáltalán ott maradhatjon, a szerettünk. Természetesen az összes budapesti temetővel kapcsolatban vagyunk, tehát hogyha a családba jön, akkor felhívjuk a temetőt, mindent megbeszélünk velük, illetve a hozzátartozókat is tájékoztatjuk, hogy melyik típusú sírhelynek ugye mi a kapacitás, férőhely, hány elhunyt temettethető oda, illetve milyen évek. Ilyen ez a kripták kapcsán. Kripta, a sírhely, tehát ugye mindegyiknek teljesen más a befogadó képessége, a temetkezési előírások, tehát ebbe ugyanúgy tájékoztatást adunk, így van, hogy mire figyeljenek oda, mert hiszen sokszor van az, hogy bejön család, és például vesz még egyet, és akkor elmondom, hogy miért. Tehát nézzük meg először, hogy van a családnak saját sírhelye, amivel tudunk foglalkozni. Mert ugye ez is sokszor előfordul, hogy igen, ő egyedül ott van, akkor vagyunk még egyet, és akkor nem tudom, hány sírhelyet tart fent. És csak évenként jön, amiket ugye az újraváltást fizetni, holott egyet is fizethetne. Az jutott még eszembe írtam, hogy hát ugye 10 év alatt elképesztő tapasztalattal rendelkezel, hogy mi volt a legszokatlanabb kérdés? Hát, legszokatlanabb. Igazából nagyon sok, a legtöbb kérdés, amit feltesznek, az általában mindig a hamvasztás menete, és valóban őt hamvasztjuk el. Hát ami a legszokatlanabb volt, az igazából, amikor az nem is nálam volt, de ez tényleg egy ilyen eléggé vicces a sikeredet, nem is szokatlan volt, kolléganőmnél volt, hogy ásót árulunk-e, tehát ilyenek azért előfordulnak, de állatot hamvasztunk-e, meg, de hála jó Istennek, olyan nagyon extrém kérdés nálam nem volt. Amire az ember azért elgondolkodott volna, inkább, hogy itt akar-e dolgozni. Igen, tehát olyan nagyon szokatlan nem volt. Inkább csak tényleg ez, hogy mivel tabu téma, nem beszélgetnek róla az emberek, és ilyenkor megmerik kérdezni. Igen, mert... Megmerik kérdezni, mert ott vannak, és akkor ugye elvárják, hogy a szakember teljes tájékoztatást adjon olyan dolgokról, amit nem biztos, hogy mondjuk ráguglizik, és meg fogja találni. Vagy még rá se keres, mondjuk. Igen. Azért is hívtalak meg ide a műsorba, hogy egyrészt engedd meg, hogy a TV meg a magam nevébe ezt a kis díjat átadjam neked és a csapatodnak, mint a 7 embere, mert hogy ugye, vállaltátok pontosan azért, mert hogy ez egy ilyen tabu téma, hogy vállaltok szépkorúaknak előadásokat, pontosan azért, hogy kibeszélhessék, megismerhessék, meg lássák azokat a lehetőségeket, amik alapján tudnak dönteni, mert a döntés mindig a sajátunk, meg a saját felelősségünk, de érdemes, mint mindenben körbenézni, hogy az ember, ha már egy ilyen fájdalmas helyzetbe kerül, akkor utána ezen legyen még sokkal kellemetlenebb is. Igen. És ezért kérlek, hogy fogadd el ezt a kis díjat a csapattal egyetemben. Köszönöm. Óvatosan, nehogy kiessen. Jó. Én köszönöm, hogy itt voltál, és hát abban bízom, hogy fogunk még arról beszélgetni, hogy ezeknek az előadásoknak kapcsán mik azok a konkrét esetek, lehetőségek, amikre oda kell figyelni, mert hogy, ahogy mondtam az elején is, ez is az élet része, és erről kell beszélni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm uraim, szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Ez továbbra is a 7 ember, és a 7 ember nem más, mint Németh Zsuzska. Szervusz, üdvözöllek. Mi az ügynökség neve?
Voilà. Igazából amiért meghívtak erre, hogy egy nagyon érdekes kezdeményezésed indult el, már aztán 3 éve, talán 3 éve indult el, nagyjából 3 év lehetett, amikor kitaláltad, hogy hát annyiféle ügynökség foglalkozik a szépség kategóriájával, hogy te egy új korosztálynak nyitod meg a lehetőséget, ez még nem más, mint a szépkorúak. Honnan az ötlet, meg mi ez az egész? Én mindig is szerettem a különleges dolgokat. Először is például az ügynökséget vidéken működtettem, és úgy gondoltam, hogy itt Budapesten Dunára vizet nem hozunk, a fiataloknak tényleg rengeteg lehetőség van, és az 50 felettiekkel nem foglalkoznak. És nagyon-nagyon nagy létszámmal jelentkeztek, hogy szeretnének ebbe a programba részt venni. Mit kínál ez a program? Ez tulajdonképpen bevezetés a hostess és modell munkákba. Ez azt jelenti, hogy aki valaha, már pedig szerintem elég sok nő van, valaha így egy kis csirájában gondolt arra, hogy modell lesz, nekik megmutatjuk, hogy tulajdonképpen hogyan kell odáig eljutni, szeretnének egyáltalán oda eljutni, és ha esetleg megtetszik nekik tényleg ez a szakma, akkor segítünk, hogy hogy menjenek tovább. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy kérdezem ezt Tamáskodban, nem mint hogyha nem lettem volna jó pár ilyen előadásod, de azért ezt el kell mondani, hogy hogy kell elképzelni. Tehát mi az, amivel foglalkoztok? Tehát mik az apók, hogyan lehet tovább jutni? Tehát hogy kell elképzelni? Hány alkalom alapján? Bárki, akit egy picit is érdekel, el kell, hogy jöjjön az első órára. Hát ez így kezdődik általában mindenhol. Ez a legelső lépcső, ha már meglépték. Olyan bölcsességet mondta, hogy ezt föl is írom, mondod azt, hogy zsuska kóló. De ez nagyon fontos, mert szerintem most mondok egy számot, hogyha 1000 emberhez ez eljutott, és csak 200-an jöttek el, akkor az a 800 ember mégsem tette meg az első lépést. Tehát, ha már odáig jutunk, hogy el kell jönni az első órára. Tehát jelentkezett és eljött az első órára. Ott már, mi történik? Itt már győztünk. Itt már a legjobb helyen vannak. Utána 6 órát szoktam én mondani, de ez nem kell, hogy 6 alkalom legyen. 6 órában tulajdonképpen az első óra az mindig egy ilyen önismereti, egy kicsit ilyen pszichológiai dolog, és egy kis marketing. Tehát ott aztán tényleg mindenki megtudhatja, hogy szeretné ezt csinálni, végigcsinálni, vagy nem. Tehát én nem árulok zsákba macskát, nem fogom a legutolsóval kezdeni és gyönyörű fényképeket csinálni, ez nem az átalakítósó, hogy oda jön esetleg a kis melegítőjébe és egy kis kosztümbe fotóztatom és photoshoppalom, tehát ez nem arról szól. Az első óra az mindig az önismeret és marketing. Itt megtudhatja, hogy tényleg szeretne tovább lépni. Utána van egy olyan óránk, ami egy kicsit a sminkelésről és a fényképező, illetve a kamerák előtti megjelenéshez segít egy picit közelebb kerülni. Van kommunikáció, amiről beszélünk, hogy mit lehet és mit nem lehet megosztani magunkról manapság ugye a mindenféle oldalakon. Ez nagyon hasznos szokott lenni, mert ezt nagyon sokan nem tudják, hogy kellene kezelni a felületeket. Aztán van olyan óránk, ahol a járást tanítjuk, amit nagyon-nagyon szeretek én is, és nagyon szeretnek a résztvevők is, tehát konkrétan a manuken járást tanuljuk meg. És a végén van egy ilyen nagyon pici fotózás, illetve a lehetőség, hogy tényleg egy ilyen átalakításon essenek át, akkor meg van egy ilyen portfólió fotózás a legeslegvégén. És utána mi történik velük? Utána egy évig van egy felület, ahol ők regisztrálták magukat, hogy ők megadják a lehetőséget, hogyha a rendezvényekre kellenek hostessek, vagy valamilyen reklámkampány, vagy bárhová modellek, 50 év felettiekről beszélünk, akkor onnan tudnak válogatni tulajdonképpen. És akkor ők meg ugye adtak lehetőséget, hogy erre a felületre felkerülnek. Uh-huh. Hogy látod, mert hát ez most már több éve van, hogy észreveszik a cégek azt, hogy néha sokkal okosabb 50 év fölötti modellekkel sokkal hitelesebbé válik az a termék, vagy az a szolgáltatás, vagy az esemény, hogy olyan hölgyek jelennek meg, vagy urak. Tényleg urak jelentkeznek, vagy csak van. Szerintem nem túl sok, talán 3-4 úr van, aki jelentkezett.
Amit látok, ugye a nemzetközi trendeket nézve, ott azért nyilván hamarabb van erre kereslet, illetve hát külföldön pontosan tudom, hogy Ausztriában, Németországban külön iparág van most már az 50 év felettiek, tehát a szenior korcsoportra építenek most már iparágat. Hát ez Magyarországon még nagyon gyerekcipőben jár. Nem minden kezdet nehéz. Így van. Én azt veszem észre, hogy nagyon szeretnék ezt a piacot használni, még szerintem egyik oldal sincs teljesen kész, hogy ez a piaci alapon működjön. Tehát a modern része sincs, meg még a... Igen, tehát nincs, Magyarországon nincsenek nagy múltja, hiába vannak gyönyörű modellhölgyek, akik elérték az 50 feletti időszakot, tehát hogy ők már viszik nyilván a nevet és a színvonalt, de nincs olyan mennyiségben még használva az 50 feletti modellek, ahogy én azt szeretném, illetve sajnos a rendezvények még mindig ott tartanak, hogy a 20 és 40 év közötti nagyon dekoratív hölgyeket hívják meg, holott szerintem nagyon sokszor tud segíteni inkább egy 40-50 év feletti. Hát a maga bölcsességével, kedvességével, tapasztalatával, rendezettséggel szerintem mindenképpen. Ugye ezek a tanfolyamok, amik elindulnak, ezeknek, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ezeknek a tanfolyamoknak az első bevezető része az teljesen ingyenes. Tehát magyarán szóval senki nem kockáztat semmit. Ez tulajdonképpen... Cselek inkább csak azt, hogy megtudja a saját korlátait, így határait. Így van. Ami azért nagy kockázat. Az az igazság, hogy nekem is ez tulajdonképpen egy próbatétel volt annak idején, és azt látom, hogy ezt nem is szabad másképpen csinálni, hisz egy érzékeny korosztályról van szó, egy egészen más kultúrából, egy más dimenzióból jöttek ők, mint amiben már mi nevelkedtünk. És későbbiekben nyilván van ennek egy pici anyagi vonzata, mert nyilván azért egy portfóliófotózás... Hát ez már következő lépés, az világos, hogy az ember, ha megcsinálja a kirakatot, akkor az már pénzbe kerül, igen, mint egy vállalkozásba, és a befektetéshez azért pénz kell, hogy azért ott tényleg induljon valami. De alapjában véve az első időszakban tényleg csak arról van szó, hogy egy ingyenes... állapot felmérés van mind a két részről. Ők felmérik, hogy én mit nyújtok, én felmérem, hogy ők... Ők mit tudnak, és leginkább saját maguk tudják felmérni, hogy ők maguk ezt egyáltalán szeretnék. És a pozitívum az, hogy ők jönnek ki abszolút mértékben pozitívan, mert vagy megtudják, hogy na hát ide soha többet, tehát szokott lenni, hogy a második órán már fele annyian vannak, amit én abszolút nem bánok, hiszen tényleg az maradott, aki szeretné, és most már mondhatom, hogy nálunk barátságok szövődnek, és egy nagyon-nagyon nagyon klassz dolog, hogy 70 pluszosok barátkoznak a 40 pluszosokkal, tehát egy generációt kapcsoltam össze, és támogatják egymást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az emberek tényleg pozitívan jönnek ki. Én nekem részemről pedig iszonyatosan sok értékes ember van most már úgymond a kis baráti körömbe, ebbe a kis munkabaráti körbe. Zsuska, hogy hallgatlak meg, hát láttam is, hogy egészen megváltozik az identitás. Tehát aki végigcsinálja ezt a tanfolyamot, hát én találkoztam el, akik az elején a Tamáskodban mentek el, és utána meg hát elképesztő képek jöttek, meg olyan is mesélt, hogy elképesztő lehetőségekbe, tehát olyan helyekre jutott ki, például nemrég jutott ki egy ilyen kisebb csapat a Forma 1-re, ahol ilyen hostesskedtek, ott kifejezetten szerették volna, hogyha idősebbek, sose jutottak volna oda ki. Tehát, hogy számodra mit jelent a siker? Tehát mikor érzed magad sikeresnek, ha sokan elvégzik a tanfolyamot, vagy pedig a tanfolyamot elvégzettek közül sokan találnak valamilyen lehetőséget? Hát ez melyik a siker? Ketté lehet választani, nekem már rögtön most... Rögtön ketté választottuk, ugyanis már ha erkölcsileg és tényleg a lelki részét nézzük, én nagyon sokat nyertem ezzel a dologgal, és tényleg azt mondom, hogy rengeteg értékes emberrel gazdagodott a kör. A másik része nyilván az anyagi, tehát hogyha az ügynökség beindul, ami azt jelenti, hogy ténylegesen jön olyan megkeresés, akkor nyilván egy olyan anyagi siker van, ami nem csak nekem, hanem annak a modellnek, annak a társaságnak is egy anyagi vonzata, tehát hogy van itt azért kétféle dolog, de mindenképpen én azt tudom mondani, hogy
már egy média megjelenés, tehát hogy azon már azért hála Istennek túl vagyunk, a fotósom a Vogue-ra felküldött napi képeket, és oda is bekerült képünk, tehát már az is egy hihetetlen dolog volt. Illetve hát ez a visszajelzés, amikor elmegy haza a hölgy, és azt mondja, hogy hát Zsuzska, jó volt, meg a képek, és így van, jó, és akkor jön a fia, és akkor azt mondja, hogy anya, nagyon jól nézel ki, és utána kapok egy olyan e-mailt, hogy nagyon szépen köszöni, mert kapott egy visszajelzést a fiától, és most ért be az, amit csináltunk. Amit elkezdhetek dolgozni. Vannak-e tipikus, vagy hát nem is tudom, hogy tipikusnak nevezhető-e, inkább azt mondom, hogy gyakori, nem tipikus, inkább olyan gyakori kérdések, főleg az elején, amelyek világossá teszik, hogy ki mit tud vállalni, vagy ki mit nem tud vállalni. A kedvencem, hogy én megfelelek-e. De hogy manapság nincs, tehát hogy itt nincs egy írott szabály, ki felel meg neki, nem, tehát nem kell hozzá 180 centimek lenni a férfiaknak, 170-nek, a nőknek. Tehát manapság, mert tényleg bárki, aki egy kicsi elhivatottságot érez, jöhet. Illetve itt tényleg arról van szó, a mai divatrendek már azt mondják, hogy nem egy tipikus szépséget, vagy egy sémát keresnek, hanem tulajdonképpen karaktereket keresnek a cégek. Innentől kezdve aztán tényleg bárki lehet, akár egy cégnek a reklámarca, vagy bármilyen. Illetve a hostesskedéshez is, tehát én azt mondom, hogy ha érzi magába az erőt, már pedig ezek a hölgyek, urak érzik az erőt magukban, hogy egy 4-6-8 órát végigálljanak, hogy egy rendezvényen. Igen, mert hogy tényleg ennek egy fizikai része is azon kívül, az ember szép, meg igen, jó, de mindenki magával, azt mondja, hogy jaj, hát mindig ez jön, hogy hát ők szegény, miért lenne szegény, tehát amikor a tanfolyamra megérkezett egy hölgy, bakancsba, pulcsiba, láttam rajta, hogy hát valahonnan jött, és közölte, hogy a vár alatti labirintust járták be a barátnőivel, akkor úgy gondolom, hogy egy kifutón való részvétel, vagy egy 12 órás kis hostesskedés már meg se kottyan ezeknek a hölgyeknek, uraknak. Ráadásul annyira igazad van, mert 2,5 millió, 3 millió, több mint 3 millióan vannak, akik 50 év fölött vannak, és ők is szeretnék öltözködni, nekik is jár ugyanúgy a divat, a jó érzés, a megjelenés, tehát azt gondolom, hogy hiánypótló ez a... Stuttgartban volt az első ilyen tapasztalat, megkérdeztem ott egy hölgyet, ott még nem erre szakosodva dolgoztam egy ügynökségnek, és megkérdeztem a 46 éves hölgyet, aki ráadásul 160 cm volt, és körülbelül a keresztmetszet is, tehát hogy széltibe is körülbelül volt annyi a hölgy, tehát nem a vékony, magas kategória, és megkérdeztem, hogy miért van itt. És azt mondta, hogy ő már végigpróbált mindent. Az aerobikot, a táncot, a szalszát, ő már volt sok helyen, könyvklubba, de ő szeret öltözködni, ő szeret megjelenni. És azt mondta, hogy végre valahol, ahol nő lehet, anélkül, hogy bárki megszólná esetleg. És én ott döntöttem el ezelőtt jó sok évvel, hogy ezt tényleg csinálni, és tényleg jó dolog, hogy akkor ezt így valamikor valaha csinálni szeretném, ha más nem, majd én 50 év felett. Na, de bízunk benne, hogy azért eltelik egy kis idő, és jó pár szép koronak okoz az örömet, meg egyfajta kereseti lehetőséget is, de ha már odáig eljut, hogy önmagával tisztában van, és a lehetőségekkel, meg egy kicsit, ahogy mondjam, látszik, hogy a világa sokkal sokszínűbb, mint ahogy az ember gondolná, hogy fekete-fehér, akkor már ez önmagában eredmény. Engedd meg, hogy ez egy apró visszajelzést adjunk, de nem csak azért, mert hogy ezek a tanfolyamok ingyenesek, hanem azért is, hogy azt a fajta életszemléletet, életvidámságot azt át tudod adni a fölötted lévő generációknak, ami azt mondom, hogy a legfontosabb, mert ami a legtöbbetől az maga a magány, és minden ilyen program az kifejezetten alkalmas arra, hogy a magány ellen is az ember tegyen egy lépéseket, a tévé meg a magam nevébe fogadd el ezt a kis díjat, és ahogy kérdezted, hogy elviheted, de igen, ez a tiéd, most már teljes egészében. Én sok sikert kívánok, és ugye minden igaz, akkor nem sokára majd indul egy újabb tanfolyam, újabb lehetőségek, újabb megküzdés a saját magának az emberrel, tehát megint kihívások eljállít, ezt egy csomó várok embert. Mindenkit, szeretettel. Így van, és ezt megtudhatják a honlapodon keresztül? Hogy mikor honlapomon lesz? Igen, mindenképpen lesz a valahostess.com cím alatt van a honlap, ott megtudhatják a részleteket, és a Facebookon.
tök jó. Facebookon is, mint a neve. Voilà. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a hét emberére önök is tennek javaslatot. Várjuk észrevételéket. Viszontlátás.